Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó, hogy itt vagytok, nagyon jó, hogy itt vagyunk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, és egy nagyon hosszú és rögös út vezetett ideig. Nem mindenkinek való ez az út. Ezt uh, látom, és ezt tapasztalom, és nekem se volt uh, mindig uh, való. Tehát én évekig, uh, éveken át hallgattam a darbabeszédeket amíg eljutottam ide a, először a, a budapesti központba, és uh, ahhoz képest pedig egy évvel később uh, jelentem meg először elvonuláson. Nagyon-nagyon szeretek ide jönni, um, és nagyon szeretek innen hazamenni is. Azt szoktam mondani, hogy ez egy, uh, ez egy olyan környezet, ahol, ahol uh, a formák, a, a, a társaság, a környezet, minden, minden egybe van ahhoz, hogy gyakorolni tudjunk. Nem sok munka van itt látszólag, de de ami belül, belül folyik, az egy, az egy intenzív. És erre, erre ad nekünk lehetőséget ez a, ez a hagyomány. Az is megfogalmazódott már bennem, hogy ugyanúgy, ahogy a testünket tápláljuk, finomabbnál finomabb ételekkel, az elménket tanulással, képzéssel, ugyanúgy a lelkünknek is szüksége van táplálékra. És hál' Istennek nagyon sok lehetőség van arra, hogy, hogy mindenki megtalálja saját magának megfelelő utat és formát. Azt hiszem talán Suni mondta egyszer vagy többször is, hogy hogy van egy alfa, ami, ami mindig uh, mutatja az utat. Lehet uh, sok mindent csinálni, de, de van egy, uh, egy fő út, amin haladunk, és most nekem ez a zen. Mindig örülök, amikor ide jöhetek, és a mostani idők azok uh, különösen szükségesé teszik ezt. Ez a belső munka, ez most különösen fontos. Érzem, és, uh, és tapasztalom, és élem is, hogy mennyire, mennyire nagy szükségem van rá. És ahogy mondtam, itt, itt minden, minden lehetőség adott. És külön hálás vagyok azért, hogy egy olyan korban élünk, ahol nem kell elbújdokolni, hogy, hogy, valamit gyakorolhassunk. Tehát nem kell elszámolni azzal, hogy miért, miért pont ezt, miért pont így. Úgyhogy ez egy, nagy, ez egy óriási nagy áldás. És jó az a csönd, nagyon tetszik. Ez az egyik kedvencem, amiért, amiért idejövök. Külön szeretem azt, hogy ilyenkor nincs telefon, sincs igazából, tehát a internet az internet az mint olyan megszűnik, és, és ilyenkor mindig megmondom azoknak, akik, akik érintettek, hogy most, most nem leszek elérhető. És ezt a környezetem elfogadja, és tudják, hogy nekem ez fontos. És erre is tulajdonképpen ezért is hálás vagyok, hogy ezt megtehetem. Elhangzott ma az is, hogy, hogy a szangának mekkora ereje van. És ezt is, ezt is érzem és tapasztalom. És ehhez ti is kelletek, ehhez mindannyian kellünk. Nem csak a környezet. Tehát nagyon jó, hogy vannak uh, tanítók, akik adtak olyan módszereket a kezünkbe, amit uh, használhatunk, és nem félünk használni. És ezzel uh, nem csak a saját életünket tudjuk rendbe tenni, hanem ez a Környezetünkre is kihat. Valahogy itt még a, az ételnek is más íze van. Olyan különleges világ ez, hogy érdemes ide jönni. És érdemes hazamenni. És amikor hazamegyek, akkor, akkor mindig a hasznomra válik az, amit itt mindig, mindig kapok valamit. Nem csak a, a környezettől, az emberektől, a tanítóktól, hanem valami, valami történik, amit, amit nem lehet szavakban kifejezni. És már amikor ezt kimondom, az is hiba. De valahogy mégis ki kell mondani, és erről beszélni kell. De nem, nem találom a szavakat, és ez is teljesen rendben van. Hiába, foglalkozom ezzel nap mint nap, amikor magamról kell beszélnem, akkor ez nehéz, de ezt megengedem magamnak. Azt mondjuk jó kérdés, hogy miért pont ezt a hagyományt választottam, vagy miért pont most van ennek itt az ideje? Nekem nagyon szimpatikus ebben, a, ebben a formában, az, hogy mindent óramű pontosággal csinálunk. Tehát van egy, egy nagyon biztos napirend, amiben lehet úgymond kapaszkodni. Bármi történjék is, extrém ritka esetben térünk csak el tőle. És ez egy ilyen kiszámíthatóságot ad a gyakorlásnak, ami egy kiváló táptalajt biztosít arra, hogy, hogy elvégezzük ezt a, ezt a belső munkát. És elfogyasszuk ezt a, ezt a lelki táplálékot. Mikor először idejöttem, akkor azt éreztem, hogy ez maga a paradicsom. Ez egy paradicsomi állapot, egy paradicsomi körülmények között van lehetőség gyakorolni, és ez tényleg így van, tehát ez nem túlzás. Valahogy a mostanában elképesztő nagy szüksége van erre a emberiségnek, mindenkinek. Én azt vallom, hogy mindenkinek kell valamit csinálni. Mindenkinek kell valamilyen fajta belső munkát végezni. Pontosan azért, hogy ez a, a testi-lelki-szellemi harmónia, ez a háromlábú szék megálljon. Teljesen mindegy, hogy azt melyik vonalon gyakorolja valaki, de elengedhetetlen fontosságú és ezért a környezet is hálás. Tehát nem csak a, nem csak a saját életemet tudom ezzel kordában tartani, hanem, hanem az emberi kapcsolataim is egy nagyon-nagyon jó vágányba kerülnek, tehát kiszelektálódnak azok az emberek, akikkel dolgunk van, és megtanuljuk a helyén kezelni az emberi kapcsolatokat. Úgyhogy ezért vagyunk itt, én ezt vallom, hogy, hogy, ezért vagyunk itt, hogy, hogy a mindennapi életbe segítséget kapjunk a problémák megoldásához. Én személy szerint nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, de ezt már elmondtam, és azért is, hogy, hogy az élethelyzetem lehetővé teszi, hogy többször is Tudok jönni a téli elvonulásra, és több napot is itt tölteni, mint eddig bármikor, és tudom, hogy ez, ez nagyon jó hatással lesz most is az életemre, mint ahogy eddig mindig. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon hatékony gyakorlást, erőt és lelkesedést ahhoz, hogy haladjunk ezen az úton.